Nyíregyházi beteg is van a három új koronavírussal fertőzött személy között. A 41 éves magyar férfi Hollandiában és Angliában járt a közelmúltban. A tünetek észlelésekor a Kútai házi orvosánál jelentkezett. A legeslegfontosabb dolog az az, hogy emiatt pánikra semmi ok nincsen. Ez tény és való, hogy a beteg, akiről később kiderült, hogy koronavírus fertőzésben szenvedő, megjelent a rendelőben. Voltak is panaszai, ugye nem azokban az országokban járt, amik az esetdefiníció szerint figyelni kellett volna, de a tüneteire való tekintettel, meg arra való tekintettel, hogy mégiscsak járt másfelé külföldön, így egyből a Jós András kórháznak a fertőző osztályára utaltuk. Tehát onnantól kezdve, hogy ő a rendelőben megjelent, más beteggel nem is találkozott, és a fertőző osztályon is egyből már koronavírus gyanús esetként kezelték, tehát elkülönítették. Azóta, mióta igazolódott, ugye, hogy ténylegesen koronavírus fertőzésben szenved, azóta pedig folyamatosan derítik fel az esetleges kontaktokat, de egyelőre én nem tudok senkiről, hogy más is megfertőződött volna a vírussal. A településen élőkre ez igazándiból különösebb veszélyt nem jelent. Természetesen majd a megfelelő szervek úgyis mindenkivel felveszik a kapcsolatot, akivel bármiféle teendő van. A Szabolcs Online információi szerint a 41 éves nyíregyházi férfi élettársa a Marsó Kft-nél dolgozik. A cég ügyvezetője a Holnapnak azt nyilatkozta, rendkívüli munkaszünetet rendelt el péntekre, az összes alkalmazottat hazaküldték, a kolléganő tesztjének eredményére várnak, a továbbiakról ezután döntenek. A hivatalos tájékoztatás szerint a szabolcsi férfin kívül a másik új fertőzött egy 67 éves magyar férfi, aki munkájából adódóan sok külföldivel találkozik, a harmadik pedig egy 27 éves magyar férfi, aki együtt volt a szintén Izraelben járt egyik magyar fertőzöttel. A koronavírus cseppfertőzéssel is nagyon gyorsan terjed, ezért a tömeges járvány megelőzése érdekében azok a magyar állampolgárok, akik potenciálisan fertőzöttek, hatósági házi karanténra kötelezhetők. Ez egy rendkívüli járványügyi intézkedés, ilyenkor a potenciálisan fertőzött, de tünetmentes személy 2 hétig az otthonában köteles tartózkodni, és vendéget sem fogadhat. A bejárati ajtóra köteles egy hatósági feliratot kiragasztani, amely arra figyelmeztet, hogy a lakásban olyan ember tartózkodik, aki járványügyi megfigyelés alatt van. Aki megszegi a karantén szabályait, az bűncselekményt követel. Közben Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy az ország felkészült a koronavírus helyzet kezelésére, a védekezésnek nem lesz sem pénzügyi, sem eszközbeli akadálya. Hozzátette, a már tervezés alatt álló 2021-es költségvetést is teljesen újra kell gondolni a koronavírus járvány miatt. A híradó.hu beszámolója szerint sem élelmiszerből, sem pedig gyógyszerből nem lesz hiány Magyarországon, ezért azt kérik, hogy senki se kezdjen pánikszerűen bevásárolni. Szerdán megint több helyen is kiürültek a boltok polcai, miután bejelentették a veszélyhelyzetet, és a gyógyszertárakban is nagyobb volt a forgalom. Az Országos Kereskedelmi Szövetség számításai szerint, ha tovább nő a vásárlási láz, akkor sem maradnak áru nélkül az üzletek. A gyógyszerész kamara ugyanakkor külön felhívta a figyelmet, hogy senki ne vásároljon fel, ne halmozzon fel gyógyszereket, mert az ellátás folyamatos. Egyedül a krónikus betegeknek javasolják, hogy több gyógyszert váltsanak ki a szokásosnál. A veszélyhelyzetre való tekintettel egyszerűsítették a receptek kiváltásának feltételeit. Péntektől sem igazolás, sem pedig meghatalmazás nem kell majd, csak személyi igazolvány és a beteg tajszáma, amivel bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. Mivel a koronavírus járvány leginkább az időseket veszélyezteti, külön felhívást és tájékoztató kampányt indít az idősekhez a kormány. A tájékoztatóban felhívják a figyelmüket arra, hogy kerüljék a zárt tereket, lehetőleg a tömegközlekedést is, ne érintkezzenek lázas beteggel vagy olyan emberrel, aki fertőzött területről érkezett haza. Orbán Viktor arról is beszélt a péntek reggeli rádióinterjúban, hogy egyelőre nem kell elrendelni a közoktatási intézmények bezárását, mert nem a gyerekeket, hanem az időseket veszélyezteti leginkább a betegség. Megvan közben az első gyógyult koronavírus fertőzött Magyarországon, az egyik karanténban lévő iráni állampolgár, akinek a sorozatban elvégzett tesztjei negatívek lettek. A péntek déli adatok szerint jelenleg 19 diagnosztizált beteg van hazánkban.